És akkor folytatjuk egy másik programmal, egy programajánlóval. Hát, ha valakinek a két ünnep közötti időszakban még van szabad ideje, 27-én, 28-án és 29-én is meg lehet csodálni a Mátyás király könyvtárából származó világhírű kódexeket. Somorjai Balázs. Zsupán Edina, a kiállítás kurátora a vendégünk, ezért sokan jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Jól sejtem, hogy nincsen kódex arról, hogy hogyan készültek ezek a kódexek? A Corvina könyvtárban, tehát Mátyás Pompás uralkodói könyvtárában nem tudunk ilyenről. A nagy középkorból, a középkori kódex kincsből azért maradt fönn ilyen ábrázolások, hogy miként készítik adott esetben a szerzetesek, vagy más kódex készítők ezeket az értékes kéziratokat. Na jó, de önök, kutatók meg tudják állapítani, hogy egy-egy kódex személyesen kinek a keze munkája? Azt miből? Sok esetben a művésznek, a mesternek a stílusa segít bennünket ebben. A stílus kritika egy nagyon nehéz dolog, tehát nagyon apró ecsetvonások és tolvonások segítségével azonosítani és megállapítani valamit nagyon nehéz. Vannak másodlagos jegyek is, adott esetben a pergamin minősége, a kódexnek más tulajdonságai, az írás, a vonalazás, valamint egyéb külsődleges történeti források segítenek bennünket abban, hogy azonosítsunk egy-egy darabot, datáljuk, tehát megmondjuk, hogy mikor készült, hol készült, és ki készítette, kinek készült, és kik voltak a tulajdonosai. Mi különböztet meg egy itáliai készítésű kódexet egy budai készítésűtől, mert hogy ezen sokszor még a kutatók sem mennek el könnyen? Így van, ez az egyik kulcskérdés a Corvina könyvtárban és a mi kiállításunkban is, ugyanis Mátyás olyannyira követni kívánta a korabeli divatot, hogy Itáliából hívott mestereket, kódex készítő mestereket, és a Budán készült korvinákat, királyi kódexeket szinte semmi nem különbözteti meg az itáliaiaktól. Csupán másodlagos eszközökkel, nyomozó munkával lehet ezeket megállapítani, hogy hol is készültek Budán, vagy mondjuk Milánóban, Firenzében. Ezek egytől egyig olasz művészek, mesterek munkái, ugye? Igen, nagyon kevés helyi miniátor kezét látjuk a Corvina könyvtárban, ebben az anyagban. Ezek is kisebb mesterek voltak, talán kisebb munkákat, megbízásokat kaptak, és egy nagyon érdekes törekvésük, hogy ők is megpróbálták teljes erővel utánozni az itáliaiaknak a stílusát. De a sors úgy hozta, és a technika fejlődése, hogy aztán kialakult a könyvnyomtatás, vagy tulajdonképpen megfojtotta a kódex készítést. Igen. Ennek a csodálatos művészeti ágnak, ami a középkori miniatúra festészet volt, a reneszánsz az utolsó nagy virágzó korszaka, és igen. Ilyet nem is volt idejük a magyar művészeknek, mesterembereknek, hogy kitanulják ezt a szép mesterséget, és aztán gyakorolják, és ők maguk készítsenek kódexeket. Igen, igen, tehát ez a hattyúdal volt bizonyos értelemben. Az itáliaiak hozták ezt a nagyon szép kultúrát, és nem volt már elég idő arra, hogy Mátyás uralkodása alatt sem, hogy ez igazán gyökeret verjen nálunk. A királyi könyvtárnak a mintája, példaértéke azért elterjedt a hazában. Főpapi udvarokban próbálták ugyanezt ezt a kultúrát egy kicsit ápolni és tovább vinni. Második Ulászló alatt, amikor az országnak, az államkincstárnak erre a luxusra már nem volt annyi pénze, akkor a főpapjainknál látjuk ugyanezt a törekvést, ők rendelnek Itáliából kódexeket. Minden esetre ez a formakincs, amit a Corvina könyvtár is képviselt, azért elérte a korabeli művészetnek a mélyebb rétegeit, és elterjedt. Jó, hogy említi a királyi könyvtárat és a főpapi udvarokat, mert hogy ezek nem mindegyike, és a kiállított darabok nem mindegyike a királyi könyvtár számára készült, jól sejtem, ugye? Igen, így van. Ez is egy nagyon érdekes jelenség. A királyi műhely nem csak az uralkodó számára dolgozott, hanem gazdag főpapok, a környezetében működő főpapok számára is. Hát egészen pompás darabokat láthatunk a kiállításon, kálmáncsehi domonkos, szép székesfehérvári nagypréposzt, breviáriumát például, illetve egy különleges kódexet, amely New Yorkból érkezett, a Pierpont Morgan Library-ből kifejezetten a kiállításra. Közel 2 éves munkánk eredménye, hogy ezt itt megmutathatjuk. Mennyi ideig készülhetett egy ilyen kódex?
Attól függ, hogy mekkora volt, és hogy milyen díszes. Egy nagyméretű díszes darab akár egy egész évig is készülhetett. Külön fázis, az egyes fázisokat más-más mesterember készítette, más írta meg, más aranyozta a kódexet, és más festette ki, végül jött a könyvkötő a végén. Tehát ezek nagyon míves munkás darabok voltak. Lehetnek még kódexek a nagyvilágban, amelyekről ugyan egyelőre nem bizonyosodott be, de esetleg sejthető, hogy Budán készültek? Igen, mindenképpen. A Corvinához általában egységes kötéseket, Corvina kötéseket és Mátyás címereket kötünk. Viszont vannak olyan darabok is, Mátyás könyvtárából fönnmaradtak olyan darabok is, amelyek nem ilyen egységes külleműek. Ezek közül még fönnmaradhatott jó néhány. Egy ilyenre fény derült néhány évvel ezelőtt, 2010 körül Németh András fedezett föl egy ilyen egészen különleges Corvinát a Bécsi Nemzeti Könyvtárban, egy több mint 1000 éves görög kódexet. A kiadás történetének, ennek a kódexnek a kiadás történetéről fennmaradt egy levelezés, és a levelezésben egy tartalomjegyzék, és így módon lehetett azonosítani ezzel a konkrét darabbal. Megmondom őszintén, nekem nagyon piszkálja a fantáziámat, hogy vajon mi lehet azokon a lapokon, amelyek nem láthatóak, mert ugye egy bizonyos pontnál ütik fel a kódexeket és állítják ki, de mi lehet a többi lapon? Ezt most meg is tudják mutatni, ugye digitális eszközök segítségével idézőjelben föllapozhatóak. Igen, a kódex kiállításoknak mindig az a nagy problémája, hogy csupán azt a két lapot lehet megnézni, ami ki van állítva, ahol ki van nyitva a kódex, azonban mi most szakítottunk ezzel, a kiállító terekben, képernyőkön belső képeket mutattunk meg, illetve érdekes nyomozásszerű összeállításokat az egyes darabokhoz, amelyben a kutatási eredményekről is tájékozódhat a látogató. Emellett van egy honlapja a Széchenyi Könyvtárnak, a Corvina honlap, ahol a magyarországi korvinákat teljes egészében lapozhatják az érdeklődők. Viszont nem ugyanaz az élmény, mint hogyha személyesen látná az ember, és nagyon a beszélgetés végén járunk, de azért ne felejtsük el megemlíteni, hogy 27-én, 28-én és 29-én is, tehát a két ünnep között nyitva lesz. Igen, igen, 9-től este 6-ig várjuk a látogatókat. Érdemes megnézni személyesen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm én is.